emeltem Kozomból, és szia, köszöntelek a műsorban. Sziasztok! Igen, most éppen láthatod tudod egy klippet, de hát ez nem mostani, mikor is jelent ez egész pontosan. Ez 2012-es klip, de ennek van egy apropója igazából, mert pont a gyermekétkeztetési alapítványnak gyűjtöttünk ezzel a klippel, és tulajdonképpen sikeres is volt, én úgy gondolom, úgyhogy örülök neki, hogy ezt játszottátok be. Hál' Istennek. Azóta nem is tudom, hogy megjelent a új klippet 2012 óta. Igen, azért egy párat csináltam azóta. Csak nyilván nem, tehát nem nyilván, hanem azt elmondom, hogy nem került akkor a publicitás, nem követte ezeket a klipet. Ezek inkább olyanok voltak, például csináltam egy a Magyarország legnagyobb táborának, nem tudom, miket mondhatok, tudod, mindegy, elmondom, és hogy... Attól mennyi pénzt hoztál magadba. Igen, azért mondom, hogy csak így körbeírom, igen. És nekik csináltam például egy ilyen hivatalos dalokat, ott például a dalt is, és a klipet is úgy ajánlottam fel, és cserébe kaptam 40 főre egy hétre teljes ellátást, és oda rászoruló gyerekeket vittem igazából nyaralni. Volt köztük olyan, aki még nem látta a Balaton, tehát így tök jó volt. Mm. Eredetileg egyébként az új klipet kapcsán akartam veled beszélgetni, de most így feladta a labdát, hogy te neked egyébként az egész életed végigkísérte ez a jótékonykodás és mások alól segítés? Nem. Régebben nekem segítettek. Tehát amikor kicsi voltam, vagy ilyen fiatalabb, akkor azért nekem segítettek. Azt szoktam mondani, hogy nekem nagyon sok apám van. Tehát tényleg ilyen idősebbek mindig mondtak jó tanácsokat, mindig azért mutatták az utat, és mindig a helyes irányba tereltek, én úgy gondolom, és azért nagyon sokat munkában is, zenében is, civil foglalkozásban is nagyon-nagyon sokat segítettek, szinte idegen emberek, úgyhogy én ezt próbálom egy kicsit visszaadni, ha azzal, amivel tudom, és akkor, amikor tudom. Mm. És azok, akik ezt a múltadat úgymond ismerik, és ugye téged is sokszor jönnek oda hozzá tanácsot kérni? Nem. Témában, nem? Nem, általában mindig tanácsokat adnak azok az emberek. Én általában ilyen gyerekekről beszélek, akiknek én tudok esetleg, mit tudom, akár az utcán egyébként szoktam őket letolni, mondom, okosan. Dobd el, igen. Jó. Térjünk rá az eredeti témánkra, ugye, ami a klipped, ami mostanában készül. Mit tudhatunk róla, mert hogyha van egy olyan infóm, hogy te ebben nagyon-nagyon sok lányjal hemperegsz. Hát igen, van. Most ez igazából, hogy a szentimentalizmust akkor is tegyük félre egy kicsit, és jöjjön a bulvár része. Ajjaj. Hát most leforgattunk egy klipet, és most megengedek, elmondom, hogy nagyon boldog vagyok egyébként most is, hogy itt ülhetek, mivel azért fontos ez számomra, mert van a Zenétől felforra vérem című dalom. Szerintem az a legismertebb, amit eddig csináltam, és a mai napig én is hallottam, hogy két rádióban, én örülök neki. Na, hát. Köszönöm szépen, de és a hallgatóknak is, meg a nézőknek is nyilván, de most szerintem sikerült egy olyat csinálni, amit úgy érzem, hogy lendületes is, igaz is, és szinte gyorsan kijött egy szálgitárral és énekel, és abban hiszek egyébként, hogy ha egy szálgitárral le tudok egy dalt játszani, és az jó, akkor az jó. Lehet építgetni, meg csinálni, meg úgy mögé tenni dolgokat, de az igazi dal számomra az, amit egy hangszerrel és egy énekkel el lehet játszani. Mm. És ennek a címe pedig az, hogy legyen most tánc. Mm. Pont kérdezni akartam egyébként, mert mind a kettő fajta zenét láttam már tőlem, amikor csak egy gitár van, tehát egy kicsit inkább ilyen akusztikusabb, vagy van egy kis elektró is, akkor ezek szerint az előbbi szereted jobban, tehát az akusztikusat. Állítólag a riporternek és a kérdezőnek mindig igaza van, de engedd meg, hogy most ellent mondjak egy picit, hogy a dal csupaszon, tehát akkor jó egy dal, hogyha egy tábortűz mellett el tudom játszani, vagy el tudják játszani egy zongorával. Azt nem azt mondom, hogy az persze sokkal jobban szól, hogyha mögé van építve, egy jó dal mögé van építve mondjuk a dobok, a fúvósok, stb. De azért én úgy gondolom, hogy úgy az igazi. Uh-huh. Miről szól maga a dal igazából? Hát a dal az igazából hát rólam szól, rólunk szól. A megélt eseményekről. Igazából nem szoktam nagyon így belemerülni dolgokba, egy-két mondatot ragadok ki, ami számomra fontos, és akkor körülbelül azt belecsempészem egy ilyen könnyebb dologba. Például most idézek itt a két sort, hogy csalódás történik például egy ember életében, de mégis a megbocsájtás az mindig benne van a dologba. Uh-huh. Például ez a második verszak a refén után erről szól például. Uh-huh. Az, hogy mindig menni kell és előre kell menni és dolgozni kell, mert a munkában nagyon hiszek. Uh-huh. Tehát hogy egy motivációs dal igazából. Én mindig, tőlem én úgy gondolom, úgy vettem észre, hogy ezt várják és nem is esik nehezemre ezt megcsinálni, mert éveken keresztül csináltam mindenféle dolgot, ezután az első lemezem szerintem az volt a leginspirálóbb szerintem a közönség számára, és mindenki valahogy kérdezi, hogy mikor csinálsz ezt? Hát de valami mindig csinálok, de olyat, amilyen te vagy. Hát mondom, majd ha jön, és akkor
igazából szerintem az embernek vannak ilyen hullámvölgyeim, vagy bármi, nekem is volt az elmúlt két évben, igazából semmi, aludtam. Na hát, hogyha jól tudom, akkor ugye a rendes forgatásnak már vége van, most már csak utolmunkáztok, és elvileg valami pofon is elcsatlan ebben a klipben, sőt, amit te kapsz, ha jól tudom. Hát igen, nagyon sok... Tehát nagyon sok... itt egy ominózus kép. Ah, erre nem is emlékszem. Igen. Hát igen, ez egy ágyjelenet például ebben a videóklipben. Hát érdekes dolgok lesznek benne. A végeredménynek én is láttam, hogy jövő kedden lesz kész. A Leo barátom, emlékszem, volt egy valóságsor benne szerepelt. Leo úr, nagyon kedvelem egyébként, szoktunk együtt focizni, nagyon jól focizik, csak szoktam neki mondani, hogy önző, azt mindig letagadja, de minden nagyon jól focizik. És ő rendezte ezt a klipet, képzeld el, úgyhogy még soha életemben nem tudott előtte. Azt mondta, hidd el, ez lesz a legjobb klipet. Jó, mondom, elhiszem. Nem volt benne semmi aggodalom? Nem, bennem soha nincs aggodalom, mert van egy barátom, mindig azt szoktam mondani, igaz, hogy ez pont az ellenkező, azt szoktam mondani, hogy csak pozitívan tudok csalódni. Én például mindig, ezt tudom, hogy nem ide tartozik, persze, de ez is igaz. Én például azt mondom, hogy én mindig megadom az esélyt egyszer. Nagy bukó nem lehet, mert úgy is megoldom, hogy ne legyen. Mit is mondtad, hogy egészen pontosan mikor is fog megjelenni a videók? Jövő hét kedden. Tehát izgatottan várjuk. Ezen hát kívül is. Még milyen terveid vannak idejére? Hát készen van egy lemezanyag, most az elmúlt 3 évben igazából összejött egy lemezanyag. Csinálom tovább a táboromat, van egy ilyen kozombolis tábor, amit mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy megpróbálok minél több gyereket úgy elvinni, nyaralni, ezen kis balterozgatás igazából, adok én is, cserélek, stb. Tehát ez semmiféle ilyen alapítványú támogatáson nincs szó. Ez teljesen egy ilyen magánakcióm, amit ilyen barátaimmal, olyan cégekkel, akiknek a vezetői a barátaim, stb. Így összerakjuk, amink van, és így segítünk tulajdonképpen. És ez nagyszerű dolog, és én azért gondolom, hogy a gyerekeknek kell mindenképpen segíteni, a felnőtt emberek, azok, tehát mi például, ti, el tudunk menni dolgozni, és hát meg tudjuk azért az életünket oldani valamilyen szinten, de a gyerekek azok sokkal kiszolgáltatottabbak szerintem, és ez emiatt fontos nekem, hogy ők azért lássanak valamit ebből az országból. Kozombolis, köszönöm szépen! Köszönöm én is, minden jót!